pozitívan értékelte a 2015-ös évre vonatkozó költségvetés zárszámadását a független felülvizsgáló. Ez azonban nem ad okot arra, hogy lazítsanak a képviselők, még keményebb munka vár rájuk, nyilatkozta Milos Vučević, Újvidék polgármestere. Imamo za 7 dana još jednu sednicu i mislim da ćemo već početkom septembra imati dve nove sednice. Tako da sa gospodinom Jelušićem smo dogovorili jedan plan da držimo taj radni tempo i da sav materijal dolazi na vreme u Skupštinu grada, se odbornici i novosadska javnost blagovremeno upoznaju. Az ellenzék kevesli a nagy beruházási projekteket, és nehezményezte, hogy a tavalyi évben nem használták fel a rendelkezésre álló eszközöket. Ono što je se ponavlja iz godine u godinu, o čemu su odbornici Demokratske stranke više puta ukazivali, jeste da ova gradska vlast ne ume da potroši novac koji je obezbeđen, tako da imamo podbačaj u rashodnoj strani i to je potvrda da grad Novi Sad vode ljudi koji su nestručni i nesposobni. A városi költségvetés két átütemezése van tervben. Ezek közül az egyik már jövő pénteken a képviselők elé kerül. A második költségvetés kiigazítás szeptember derekán kerül majd napirendre.